Egyelőre nincs megállapodás a brüsszeli uniós csúcson, az álláspontok még nagyon messze vannak egymástól. Egy nap alatt 22 embernél mutatták ki itthon a koronavírust, egy 79 éves nő életét vesztette. Világban már 14 milliónál is több koronavírus fertőzöttet regisztráltak, a halálos áldozatok száma meghaladja 600 ezret. A harmadik szabad edzéssel és az időmérővel folytatódik a Forma 1-es versenyhétvége, a Hungaroringen ma sem lehetnek nézők. Ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán. Jó napot kívánok, Józs Anett vagyok. Az éjszakában nyúló tárgyalások sem vezettek eredményre Brüsszelben, ahol az uniós állam és kormányfők azért ültek tárgyalóasztalhoz pénteken, hogy megállapodjanak az EU következő 7 éves költségvetéséről, és arról a 750 milliárd eurós hitelcsomagról, amely az európai gazdaság válság utáni talpra állítását szolgálná. Az álláspontok számos kérdésben nem közeledtek, a tanácskozás röviddel éjfél előtt félbeszakadt. 12 órán át tanácskoztak tegnap az Európai Unió állam és kormányfői, azonban nem közeledtek az álláspontok. Charles Michel késő délután szünetet rendelt el, majd szűkebb körben folytatták az egyeztetéseket. Este 9 órakor munkavacsorával folytatódtak a tárgyalások, de sajtóhírek szerint hamar világossá vált, hogy sok kérdésben nem lesz megegyezés. Ezért az Európai Tanács elnöke 23 óra után félbeszakította a találkozót. Messze vagyunk a megállapodástól, a tagállamok vezetői homlok egyenest ellenkező álláspontot képviselnek a helyreállítási alappal kapcsolatban. Így értékelte a helyzetet a cseh miniszterelnök az uniós csúcs találkozó szünetében. Az alapvető gond azzal van, hogy minden tagállam mást akar, továbbá a vezetők számára most nem világos, hogy mekkora összegről tárgyalunk. A tárgyalás második körében sem sikerült a tagállami nézőpontokat közös nevezőre hozni, mondta Andrej Babis. Egyes európai vezetők továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy politikai feltételekhez kössék a pénzek kifizetését. Az Európai Parlament elnöke azzal fenyegetett, hogy a képviselők fogják elkaszálni az állam és kormányfők egyességét. Az EU nem bankautomata. A közös piaci előnyöknek kéz a kézben kell járniuk a közös értékek tiszteletével. Az Európai Parlament minden olyan megállapodást meg fog vétózni, amely a helyreállítási alapot és a költségvetési tervezetet nem egységes csomagként kezeli, jelentette ki David Sassoli. Arról lehet rengeteget polemizálni, aminek nincs valós megfogható definíció. Azoknak az államoknak jók a politikai feltételek, akik nem szeretnének fizetni, mint például Hollandia, jelentette ki a közgazdász az M1-en. Boros Imre úgy fogalmazott, a déli államok, még ha szocialisták is, a másik oldalon állnak, mert a nyakukon érzik a terhet, és nekik nagyon kellene a pénz. A Magyarországgyűlés kedden döntött arról, hogy Magyarország csak akkor támogatja a hétvégi uniós csúcson a mentőcsomagot, ha a forrásokat kizárólag a gazdaság talpra állítására és például új munkahelyek létrehozására fordítják. A határozat kimondja, hogy a gazdagabb tagállamok polgárai nem kaphatnak több támogatást, mint a szegényebb országoké, valamint azt is, hogy a folyamatban lévő úgynevezett hetes cikk szerinti eljárásokat a hitelfelvétel elfogadása előtt le kell zárni. Kapcsolunk Baracka Eszterhez. Mi a mai menetrend ma Brüsszelben? Jó napot kívánok! Az állam és kormányfők 11 óra 20 perckor ültek vissza a tárgyalóasztalhoz. Előtte volt egy valószínűleg elég komoly tárgyalás szűk körben. Charles Michel a tanácselnöke és Ursula von der Leyen a bizottság elnöke Angela Merkellel, Emmanuel Macronnal, valamint az olasz, a spanyol és a holland miniszterelnökkel reggelizett. Nyilvánvaló, hogy itt valahogy próbálták közelíteni az álláspontokat, hiszen a legélesebb front jelen pillanatban ezek között az országok között húzódik. A fukaró országok vagy takarékos országok élükön Hollandiával három kifogást fogalmaztak meg a mentőcsomaggal kapcsolatban. Alapvetően elvi kifogásuk van a hitelfelvétellel szemben, egészen pontosan arról, hogy hitelből adnának támogatásokat a tagállamoknak. A hitelcsomag arányait sem szeretnék, itt tudjuk, hogy a 750 milliárdból 500 milliárd menne
tovább a tagállamokhoz vissza nem térítendő támogatásként és 250 milliárd kedvezményes hitelként. Ők ezt sokalják, és született egy új kompromisszumos javaslat, egy átcsoportosítás a csomagban. Eszerint 350 milliárdra csökkenne a támogatások aránya, és 300 milliárdra nőne a hitel. Kifogásolják az elosztási kulcsot is, amely az álláspontjuk szerint, és itt nincsenek egyedül, nem reflektál kellő mértékben a válság közvetlen hatásaira. Állítólag itt is van egy új javaslat, de ennek a részletei nem ismertek. És van egy javaslat arról is, hogy hogyan lehetne nagyobb szigor a konkrét összegek folyósításánál. Itt a hollandok azt kérték, hogy ehhez a tagállamok teljes egyhangú jóváhagyása legyen szükséges, ez nyilván nem fogják elfogadni, de úgy tűnik, hogy beépítenének egy vészféket a rendszerbe, amire bármelyik tagállam rátaposhatna abban az esetben, hogyha veszélyt érez. Nagy kérdés, hogy ez elég lesz-e a fukaroknak. Mark Rutte holland miniszterelnök azt mondta, hogy akkor is blokkolni fog, ha elégedetlen, hogyha ezen múlik a megállapodás. Baratka Eszter, köszönjük. Egy nap alatt 22 embernél mutatták ki itthon a koronavírust, az aktív fertőzöttek száma 497-re emelkedett, akik közül 83-an vannak kórházban és 3-an lélegeztetőgépen. Ismét van halálos áldozata, és a járványnak egy 79 éves nő vesztette életét, így az elhunytak száma 596-ra emelkedett. 3222-en viszont már meggyógyultak a fertőzésből. Spanyolországban és Franciaországban újabb korlátozások léptek életbe, miután megugrott a fertőzések száma. Barcelonában arra kérték az embereket, hogy az elkövetkező időszakban, ha lehet, maradjanak inkább otthon. Szerbiában és Romániában is rekordmagas a napi új fertőzöttek száma. A hatóságok mindkét országban azt állítják, még egy ideig biztosan nem javul a helyzet. Újból korlátozásokat vezettek be Barcelonában és a körzetében található mintegy tucatnyi településen a fertőzések számának növekedése miatt. Bezárták a szórakozó helyeket, a színházakat és a mozikat. A vendéglátóhelyeken 50%-os létszámkorlátozás lépett életbe, a szabad gyülekezést pedig 10 főben korlátozták. Arra kérték a térségben élő mintegy 4 millió embert, hogy csak nagyon fontos esetekben menjenek el otthonról. Azért, hogy minél inkább csökkentsük az emberek közötti kontaktusok számát, arra kérünk mindenkit, hogy csak akkor hagyja el otthonát, ha dolgozni vagy orvoshoz megy, illetve ha alapvető élelmiszerekre van szüksége, mondta miniszter. A Balear-szigeteken bezártak a bárok és az éjszakai szórakozóhelyek, miután a helyiek és a turisták fittyet hánytak az óvintézkedések betartására. A rendőrök a héten razziáztak Majorka népszerű szórakozóhelyein. A fiatal turisták közül senki sem visel maszkot, ráadásul, ha megisznak egy-két italt, elveszítenek minden önkontrollt, mondja egy helyi nő hozzátéve, a legtöbb gondot az angol és a német vakációzók jelentik. Franciaországban is szigorítanak, miután itt is emelkedni kezdett a fertőzöttek száma. Jövő héttől kötelező a maszkviselés a nyilvános zárt helyeken. Azokat pedig, akik megsértik a szabályt, pénzbírsággal sújthatják. Félárbócra engedték a zászlókat a dél-szerbiai Novi Pazarban. Az emberek a hirdetőtáblákon az elhunytak neveit olvassák. Ezen a településen van a legsúlyosabb helyzet az országban. Az elmúlt napokban 50-en haltak meg a fertőzés miatt. Szerbiában nem csökken a megbetegedések száma, egyetlen nap alatt 392 új esetet regisztráltak. A hatóságok elrendelték, hogy zárt és nyílt helyen is kötelező a maszk viselése, a rendezvényeket betiltották, és 10-nél több ember nem tartózkodhat egyszerre egy helyen. A Vajdaság magyar lakta településein is megugrott a fertőzöttek száma. 58-an vannak itt a városban, de Szabadka viszonylag egy olyan városnak, illetve résznek számít Szerbiában, ahol még nem annyira súlyos a helyzet, mint mondjuk Belgrádban vagy Dél-Szerbia bizonyos részeiben. Azonban Vajdaságban sem könnyű a helyzet. A legtöbb koronavírusos fertőzöttet Újvidéken tartják nyilván, és tegnap is nagyon sok új esetről számoltak be a híradások, ugyanis több mint 400 személyt vizsgáltak meg koronavírus teszttel, és nagyjából 20%-uknál mutatták ki a vírust, és közülük többen is kórházba kerültek. Ukrajnában egyetlen nap alatt több mint 800 új fertőzöttet regisztráltak. Az országban napok óta 26 ezer körül van az aktív fertőzöttek száma. A kórházak leterheltsége valamelyest csökkent, így egyre több régió vezet be enyhítéseket. Kárpátalján például már a benti helyiségeiket is használhatják a vendéglátóipari egységek. Ez sokat számít az egyébként belföldi turizmusból élő Kárpátalján, hiszen rengetegen nem rendelkeznek terasz
tavasszal, és már egyre nehezebben tudták fenntartani ezeket a vállalkozásokat. Romániában egyetlen nap alatt 799-en fertőződtek meg, ami rekordnak számít. Van viszont 800 olyan koronavírusos beteg, aki az orvosi ellenjavaslat dacára elhagyta a kórházat, őket pedig a karanténtörvény életbe lépéséig nem kötelezhetik elkülönítése, vagy arra, hogy ne menjenek közösségbe. A fertőzés hullám megfékezésével kapcsolatban az egészségügyi minisztérium sem túl derülátó. A tárca szerint a jövő héten még biztosan emelkedni fog a fertőzés szám az országban. Csak nem 500 000-val nőtt a koronavírus fertőzöttek száma az elmúlt két napban világszerte. A halálos áldozatok száma pedig meghaladta a 600 000-et. Ez több, mint a spanyol polgárháború áldozatainak száma. Minden eddigi rekord megdőlt az Egyesült Államokban. Egyetlen nap alatt 75 000 fertőzöttet diagnosztizáltak. Indiában is romlik a helyzet, már több mint 1 000 000-an fertőzöttek meg. A vesztegzár alá helyezett ausztráliai Victoria államban is elszabadult a járvány, napi 400-nál több fertőzést regisztrálnak. Szinte mindenki szájmaszkot visel a kaliforniai Napa megyében. A hatóságok ugyanis szigorú pénzbírsággal sújtják azokat, akik nem viselik a védőeszközt. A szabálysértők akár 500 000 forintnak megfelelő bírságot kockáztatnak. Sokan takarják el az arcukat Georgiában is. A déli állam azonban azon kevés területek egyike, ahol még nem tették kötelezővé a védőeszköz használatát. A szájmaszk használat vált az egyik legvitatottabb politikai kérdésé az Egyesült Államokban. Országszerte 10 000-ek vonultak utcára, hogy a védőeszköz kötelező viselése ellen tiltakozzanak. A tüntetők nagy része tagadja, hogy a koronavírus létezik, sőt vannak, akik azt híresztelik, hogy a szájmaszkba bele lehet fulladni. Holott az Egyesült Államok a világ legfertőzöttebb országa, már csak nem 4 000 000 fertőzöttet regisztráltak, többet, mint Afrika és Európa összes országában együttvéve. Pénteken ismét megdőlt a napi esetszám rekordja, kis híján 75 000 fertőzést diagnosztizáltak 24 óra leforgása alatt. Ilyen még soha egyetlen országban sem fordult elő. Enyhítő intézkedéseket vezettek be Brazília második legnépesebb városában, a 6 000 000-os Rio de Janeiro-ban. Bár az emberek több méteres távolságot tartanak egymástól, újra fociznak és napfürdőznek a strandokon. A korlátozásokat lépésről lépésre törlik el, ezért biztonságban érezzük magunkat. Van elég kórházi ágy a városban, mondta egy sportoló. Rio de Janeiro államban már 135 000 fertőzöttet és 12 000 halálesetet regisztráltak. A halálozások száma az év első felében 8-szor olyan magas volt, mint az előző év megegyező időszakában. Országszerte már több mint 2 000 000 fertőzést diagnosztizáltak, és több mint 600 000 aktív esetet tartanak nyilván. Meghaladta az 1 000 000-t a regisztrált fertőzöttek száma a világ második legnépesebb országában, Indiában is. Robbanásszerűen nő az új esetek száma, egyetlen hónap alatt megháromszorozódott. Az emberek aggódnak, mivel sokan nem tartják be az óvintézkedéseket. Az utcákon rengetegen vannak, így nem hiszem, hogy lelassulna a járvány. Be kéne tartanunk az óvintézkedéseket, fertőtlenítenünk kell és maszkot viselni, azonban ezt sokan nem értik meg, panaszolta egy nő. A halálos áldozatok hivatalos száma más országokhoz viszonyítva Indiában alacsony, 1 000 000 lakosra lebontva még a V4 országoknál is jobb a helyzet. Szakértők szerint azonban a valóságban sokkal többen vesztették életüket, a kedvező adatok a hiányos statisztikákból fakadnak. Egyre agresszívebben terjed a járvány Ausztráliában is. Victoria államban az elmúlt napokban megduplázódott a napi esetszám, pénteken több mint 400 főt regisztráltak. Itthon a koronavírus járvány miatt idén nézők nélkül rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. A jelenleg is zajló harmadik szabad edzésen a délutáni időmérőn és a holnapi futamon sem lehetnek a lelátókon szurkolók. Kapcsolunk Mogyor Ódra, Pálinkás Adrienhez. Mit tapasztalsz? Elfogadták a szurkolók a helyzetet és betartják a szabályokat, vagy azért vannak, akik megpróbálnak bejutni a pálya közelébe? Jó napot kívánok! Ahogy a magyarok eddig is a veszélyhelyzet ideje alatt, úgy most is fegyelmezettek és betartják a szabályokat. Erről természetesen a szervezők és a hatóságok közösen gondoskodnak. Míg a rendőrök a Hungaroring körüli főbb útelágazásoknál figyelik, hogy senki olyan ne tudjon bejönni, akinek erre nincsen jogosultsága, addig a szervezők úgy segítik a munkájukat, hogy minden kapuhoz, ahogy mögöttem is látszik, fekete hálót terítettek ki, hogy ne vonzák ide a látogatókat.
A szervezők emellett úgy is segítik a munkájukat, hogy legyen nem csak az emberek biztonságát óvják, hanem a csapatokét is. Így minden verseny hétvégén minimum 4000 koronavírus tesztet végeznek el. Míg tavaly több mint 210 000 látogatót vonzó esemény idén zárt kapuk mögött zajlik, ez természetesen a forgalmon is érződik, mert míg korábban a Budapesttől 19 km távolságban fekvő városba több órába tartott eljutni, most egy kellemes hétvégi forgalom alatt el lehet jutni Mogyoródra, vagy tovább lehet haladni az M3-ason Nyíregyháza irányába. A rendőrök természetesen figyelik a biztonságot, és aki nem jogosult behajtani, természetesen őket figyelmeztetik, visszafordítják, de ahogy megtudtuk, eddig nagyon elenyésző számban kellett bárkit is figyelmeztetni erre. Pálinkás Adrián, köszönjük! A Forma 1 programjait az M4 Sporton és az m4sport.hu-n egész hétvégén élőben közvethetik. De a híradó után a Nemzeti Sporthíradóban is kapcsolunk a helyszínre. Az altiszti eskü egy életre szól, amelyben elkötelezték magukat hazájuk, nemzetük és a magyar emberek ügye mellett. Ezt mondta a honvédelmi miniszter a Hősök terén, ahol csaknem 400 katona tette le ünnepélyes altiszti esküjét. Benkő Tibor úgy fogalmazott, olyan esküt tettek, amelyben azt vállalták, hogy ha a helyzet úgy kívánja, a legfontosabb dolgot az életüket is hajlandóak feláldozni a hazáért, a nemzetért és a bajtársaikért. Hozzátette, a most esküt tett altisztek olyan időszakban léptek be a Magyar Honvédség kötelékébe, amikor az megújul, az új altiszteket pedig a 21. század kihívásait kezelni képes technikai eszközökkel látták el. Mutassanak példát katonáiknak, katonabajtársaiknak, mutassanak példát a nemzetnek. A hazaszeretetből, a haza iránti elkötelezettségből és hűségből. Neveljék katonáikat, neveljék a fiatal nemzedéket a haza szeretetére és szolgálatára. Új támogatási program indul a külpiacokon tevékenykedő kis és közepes vállalkozásoknak, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. A 2 milliárd forintos keretösszegű programban többek között külföldi márkaépítéshez kaphatnak segítséget a vállalkozások. A támogatásra augusztus 3-ától lehet pályázni. Külföldi márkaépítéshez, esetleg kisebb beruházások előkészítéséhez, illetve online értékesítési csatornák kiépítéséhez kaphatnak támogatást maximum 50 millió forint értékben. Magyar gazdaság teljesítményét a jövőben is meg fogja határozni az export, ezért fontos, hogy a kanyarban előzzünk, fontos, hogy olyan időszakban tudjunk előnyre szert tenni, amikor adott esetben másoknak erre nincsen lehetősége. Bürokrácia csökkentő intézkedéseket dolgoz ki a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatai alapján. Szeretnének kedvezőbb üzleti környezetet kialakítani a vállalkozók számára, és ezáltal is versenyképesebbé tenni a cégeket. Az Iparkamara elnöke az M1-en arról beszélt, hogy a bürokrácia szintje a versenyképesség ugyanolyan fontos eleme, mint például, hogy van-e ipari park, vagy milyen a képzések színvonala. Parag László hangsúlyozta az alapvető törekvés, hogy minél kevesebb bürokratikus teher legyen a vállalkozásokon, mert annál több időt tudnak ténylegesen a hatékonyságukkal foglalkozni. Hogyha van egy pályázat, és ott be kell adni a különböző információkat, adatokat, miközben az államnál ott van az az adat, hogy egy teleknek a tulajdonosa kicsoda, akkor ne kérjen be egy külön telek nyilvántartást, és ne kelljen ezt a vállalkozónak bevinni, előtte bemenni a hivatalba, kikérni, kinyomtatni, lepecsételni, aláírni, hanem mondja azt, hogy ez az enyém, és aztán az állam ellenőrizze. Magasabb fizetésért tüntettek a postások Budapesten, a szakszervezetek 10%-os béremelést követelnek. A legutóbbi tárgyaláson a cégvezetése egyszeri kifizetést ajánlott a dolgozóknak, a szakszervezetek viszont ezt nem fogadják el. Ezért békés demonstrációt szerveztek, amelyre vidékről is érkeztek postások. A több száz demonstráló a fenntartó minisztériumhoz vonult, hogy átadják követeléseiket.
Konkrétan az alapbérfejlesztés kérjük 10%-os nagyságrendben, ez most bértömegnövekményben, ez most már azért ezzel a számmal jelenik meg, mert visszalépés, tehát kompromisszum van részünkről. Az eredeti kérelemmel szemben, ami 15% volt, és még mindig lapsul értékű rendezését jelenti a postások bérének hosszú távon, tehát ez csak évek alatt lehet realizálni, hogy kellőképpen megfizetettek legyenek. Az Európai Uniós szabályozások miatt nincs forrás a postai bérek emelésére. Erről beszélt az M1-en tegnap a Magyar Posta vezérigazgatója. Samsula György azt mondta, a posta üzemi szinten veszteséges vállalat, mert az alaptevékenységéhez kötődő árbevétel alacsonyabb, mint a feladatok elvégzéséhez szükséges pénz. Hozzátette, bízik benne, hogy hamarosan meg tudnak állapodni a szakszervezetekkel. Hétfőn folytatjuk a tárgyalásokat, és én úgy gondolom, hogy megvan minden lehetőség arra, hogy megállapodjunk. Ugye egy egyszerű kifizetést ígértünk, ez az alapbéren felüli kifizetések, ezek 8,1 milliárd forintot tesznek ki idén. Úgy gondolom, ez egy méltányos kifizetési összeg, és én remélem, hogy meg fogunk tudni állapodni a szakszervezettel. Továbbra is bizonytalan, hogy pontosan mikor indulhat el a Lánchíd felújítása, bár a főváros korábban azt ígérte, most arra meg lesz a határozat a közbeszerzés kiírásáról. Döntés a pályáztatásra jogosult BKK péntek igazgatósági ülésén sem született. A cég egyik igazgatósági tagja úgy fogalmazott, idézem, a város vezetés fél éve töketlenkedik. A BKK igazgatósága a jövő héten fogja tárgyalni, és gondolom jóváhagyni azt a közbeszerzési kiírás tervezetet, amin a kollégák most az utolsó simításokat végzik. Ezt nyilatkozta Draskovics Tibor, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának elnöke július 9-én a Klubrádiónak. Gyurcsány Ferenc korábbi pénzügyminisztere arról beszélt, úgy gondolja, hogy a Lánchíd felújításához szükséges pályázatról a következő igazgatósági ülésen már érvényes döntés lesz. Nem lett, pedig Karácsony Gergely helyettese, a szocialista Tüttő Kata és a BKK vezérigazgatója péntekre közös sajtótájékoztatót is hirdetett, hogy beszámoljanak az eredményekről. A legfontosabb kérdésekben egyetértett az igazgatóság, a többi az már ez a jogászkodás és közbeszerzési eljárásrendi kérdés. Konkrét döntés helyett azonban ezúttal is csak elfben vitatták meg a Lánchíd felújítását. A tenderről Fendrik László vezérigazgató csak feltételes módban beszélt. Elvi támogatásáról biztosította a menedzsmentet a tekintetben, hogy jövő héten a Lánchíd közbeszerzését szeretné megvitatni és potenciálisan jóvá hagyni. Tehát ez azt jelenti, hogy jövő héten remélhetőleg a BKK igazgatósága jóvá hagyja a közbeszerzés kiírását, ami azt jelenti, hogy júliusban, tehát e hónapban ez a közbeszerzés ez kiírásra kerülhet. Ne legyen ennyire türelmetlen, heteken belül ki fogjuk írni a közbeszerzést. Korábban Karácsony Gergely is csak egy bizonytalan határidőről szóló ígéretet tett arra a kérdésünkre, hogy meddig csúszhatnak még a munkálatok, holott szakértők szerint a Budapest egyik jelképének számító híd felújítása halaszthatatlanná vált. A főváros évelején forráshiányra hivatkozva arról ugyan döntött, hogy a Lánchídhoz tartozó Váralagút rekonstrukcióját kiveszi a projektből. Az azóta eltelt fél évben a felújítás alapjául szolgáló engedélyokiratot mégsem módosították. Ebben a Lánchíd és a Váralagút továbbra is együtt szerepel. Tüttő Kata most azt mondta, a módosítás azért nem történt meg fél év alatt sem, mert szerinte előbb a kormánynak kellene rögzítenie, hogy a főváros számára biztosított 6 milliárd forintos támogatást Budapest a Lánchídra önmagában is felhasználhatja. Azért vártunk eddig, mert ugye a kormány megígérte, hogy módosul az a kormányhatározat, ami a legfontosabb, nem a műszaki a legfontosabb, de ami a pénzügyi lábát adja ugye ennek az asztalnak, és ebben a kormányhatározatban egy együttes beruházásra szól a Váralagútra, a Lánchídra és a villamos aluljáróra. Fél éve töketlenkedtek és nem csináltak semmit, már elnézést a kifejezésért. A Lánchíd a főváros tulajdona és a főpolgármester felelőssége azt felújítatni. Így reagált az M1-nek Wintermantel Zsolt. A BKK igazgató tanácsának tagja hangsúlyozta, a rendelet szerint a munkálatok teljes összegét a fővárosi önkormányzatnak kellene biztosítania a közbeszerzést kiíró BKK számára. Tüttő Kata állításával ellentétben pedig szerinte először a Karácsony Gergely vezettek közgyűlésnek kellene eldöntenie, hogy mit akar. A kormány ugyanis csak ezután módosíthatja a támogatásról szóló határozatot. Az releváns, hogy milyen engedélyokiratot fogad el a főváros,
abból derül ki, hogy mi a szándéka, ahhoz lehet egyébként különböző forrásokat vagy támogatásokat igénybe venni. Tehát mindaddig, amíg a főváros nem dönt úgy, hogy az engedélyokiratban csak és kizárólag Ráncid felújításról beszél, addig nem mutogathat a kormányra, illetve megteheti, mert a Facebook mindent elbír, de attól még egy kicsit is hozzáértők száma egészen nyilvánvaló, hogy csak a direkt és most már rendszeres feszültségkeltés a céljuk, és nem az érdemi munka. Újpest korábbi Fidesz-KDNP-s polgármestere a közösségi oldalon hozzátette, az elmúlt fél év mestertempója és semmittevése súlyos károkat okozhat, a késlekedés és a híd romló állapota ugyanis a felújítás további drágulását jelentheti. Újabb termelői piac nyílt, ezúttal Abaújszántón. A vásárlókat 50 elárusító helyen várják. Az agrárminiszter a megnyitón úgy fogalmazott, a magyar gazdák sorsa a vásárlók kezében van, ezért is fontos, hogy hazai termékeket válasszunk. A kormány célja a magyar vidék megerősítése, ezért is támogatják a helyi piacokat. Elindítottak egy új pályázatot is, csak nem 5,5 milliárd forinttal segítik a kistermelőket. Hát ugye saját paradicsom, paprika, saját kézeszerelt barackom, uborkám. Saját portékáit mutatja ez a termelő az Abaújszántói piacon. Boros Ferenc mindig friss zöldséget és gyümölcsöt értékesít. Mivel az új piac ugye fedett, térkövezett asztalja van, én örülök neki, mert kultúrált, viszonylag tiszta, és szépen kultúrált körülmények között el tudjuk adni a dolgokat. Mintegy 200 millió forintból újult meg a piac, ahol mostantól 50 árusító helyen várják a termelők a vásárlókat. Fontos persze, fontosnak tartom nagyon, hogy a helyi termelőket támogassam, és támogassuk mindannyian a helyiek. A helyi lakosok, ugye itt, akik meg a környékről is nagyon sokan jönnek ide vásárolni. A magyar gazdánk sorsa a vásárlók kezében van, ezért is fontos, hogy megbízható hazai termékeket válasszunk. Erről már az agrárminiszter beszélt. Nagy István hozzátette, egy új pályázatot is elindítottak, mintegy 5,5 milliárd forint értékben, amivel a kistermelőket segítik. Megélhetést jelent a helyieknek, megtartó képességet jelent a helyi gazdaságnak, gyarapodást jelent a térségnek, és természetesen íz és olyan gasztronómiai élményeket nyújt a vásárlóknak, amelyet sehol máshogy nem találnak meg. A kormány és az Agrárminisztérium is folyamatosan dolgozik azon, hogy ez a szektor is túlléphessen a koronavírus járvány miatti nehézségeken. Ezt mondta a kormány szóvívő. Szentkirályi Alexandra úgy értékelt, hogy a magyar mezőgazdaság kiállta ezt a próbát. A koronavírus járvány azt hiszem, hogy mindannyiunk számára megmutatta, hogy milyen nagy szükség is van arra, hogy megbízható mennyiségben, elérhető áron és nagyon jó minőségben tudjunk árut vásárolni. A magyar mezőgazdaság kiállta ezt a próbát, hiszen egy hatalmas rohammal kellett szembe néznie, és ezt is a gazdák, a termelők, az árusítók nagyon jól vették. Az eseményen elhangzott a legfontosabb cél a magyar gazdaság erősítése, a munkahelyek védelme, a magyar vidék gazdagodása és gyarapítása. Tűz ütött ki a nyugat-franciaországi Nantes székesegyházának belsejében, a Szent Péter és Szent Pál székesegyházban reggel csaptak fel a lángok. Füst gomolygott a 15. századi gótikus épület homlokzatán, a két torony között a rózsaablakokon át. 60 tűzoltót vezényeltek a helyszínre, egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a tüzet. A székesegyházban 1972-ben már volt egy komoly tűz. A felújított épületet 13 évnyi restaurálás után 1985-ben adták át. Leégett az 1906-ban épült egykori nagyváradi villamos remíz épülete az Éjszaka Nagyváradon. A város egyik utolsó ipartörténeti műemléke 1989-ig volt a nagyváradi villamosok otthona. Ezt követően piaci vásárcsarnokká alakították. Átépítése tavaly kezdődött azzal a céllal, hogy egy új korszerű üzletközpontot alakítsanak ki benne. A tüzet eloltották, személyi sérülés nem történt. További részletek Villányi Zoltántól. Több mint 2 órán keresztül égett az egykori nagyváradi villamosremíz épülete. A tűzoltóknak viszonylag rövid időn belül sikerült megfékezni a lángokat, ám az épület teljes egészében elpusztult. Először az épület tetőszerkezete kapott lángra, majd pedig az ott lévő kereskedők árui termékei semmisültek meg.
Kína több tartományában továbbra is komoly gondot okoz a kitartó esőzések okozta özönvíz. Nagy erővel dolgoznak a hatóságok, hogy segítsenek a bajba jutottakon és a felduzzadt folyókon megerősítsék a gátakat. Eddig legkevesebb 140 ember tűnt el, vagy veszítette életét az áradásokban. Szibériában közben folytatódik a napok óta tartó rendkívüli hőség. A hatóságok több helyen erdőtűzzel küzdenek. Folyóvá változtatta az utakat a kitartó eső, egy kisvárosban Kína keleti részén. A csak nem derékig érő vízben sokan az otthonaikban rekedtek, a hatóságok kötelező evakuálást rendeltek el, gumicsónakokkal menekítették házaikból az embereket, a bajba jutottakat átmeneti szálláshelyekre vitték, ahol élelmiszert és ivóvizet kaptak. A folyamatos esőzések miatt Kína több részén továbbra is súlyos gondokat okoznak az árvizek, amelyek már emberek 10 millióinak életét keserítették meg az ázsiai országban. Nagy erővel dolgoznak a mentő alakulatok, hogy biztonságba helyezzék az özönvíz sújtotta területeken élőket. Chongqing közelében a tűzoltók létrával próbáltak kihozni egy sebes sodrású folyó mellől egy idős asszonyt és egy gyermeket, miután a két partot összekötő gyalogos hidat elmosta az ár. Befolyt a víz a házukba és földcsuszamlás is történt, így nem mertek otthon maradni, számol be egy helybéli. Ázsia leghosszabb folyója, a Yangtze is több helyen megáradt. A kelet-kínai Anhui tartományban összesen több mint 30 folyó és tó vízszintje emelkedett veszélyes magasságba. Több ezer katonát vezényeltek a térségbe a napokban, hogy segítsenek a helyi hatóságoknak a gátak megerősítésében és a kötelező evakuálásban. Az ítéletidő miatt már mintegy 2 millió embernek kellett elhagynia otthonát. A hatóságok szerint eddig legkevesebb 140 ember tűnt el, vagy veszítette életét az áradásokban. A kínai meteorológiai központ szombaton több tartományban vörös, vagyis a 4 fokozatú skálán a legerősebbnek számító riasztást rendelte el. A nagy mennyiségű csapadék miatt többfelé árvíz és földcsúszamlások előfordulására figyelmeztettek a hatóságok. Az áradások Oroszországban is gondokat okoznak. A Doni régióban több autót szinte teljesen ellepett a víz a heves esőben. Miután elvonult az ára, helyiek nekiláttak a takarításnak és a károk felmérésének. Nem lehet megjavítani az autómat, egészen a tetőig ért a víz, panaszolta egy férfi. Oroszország északi részén, Szibériában eközben a lángokkal küzdenek a tűzoltók. Nem könnyű a helyzet, pillanatnyilag 40 helyen ég az aljnövényzet a térségben. Az oltásban csak nem 1000 ember, 80 alakulat és 17 helikopter vesz részt, közölte a helyi erdővédelmi szolgálat szakértője. A hatóságok vészhelyzetet rendeltek el a tűz miatt a térségben, amelyet már napok óta sújt a szokatlanul meleg, száraz idő, volt, ahol 35 fokig emelkedett a hőmérséklet.